Start. Start elindult a nap 5. futam a Szegedi István emlékverseny, a legjobb magyar időmításban lévő lovak csatája, Gida Hárenka, akivel volt egy kis szerszám igazítás a start előtt, Antun Horváckival rettenetesen erősen kezd, hiába a külső starthely, már a kanyar előtt el tud menni a komplett mezőnek. Mögött ott van Promókemp, illetve Julián, tehát némi meglepetése azért, inkább a külső lovak kezdtek nagyon-nagyon jól. A falról induló Viktorinik Lokonővel csak ott az 5. hely környékén Alexander társaságában, egyelőre előttük van még az egyik favorit, Zante Font is, Goránzó. Gideon Hárenka diktálja a tempót, egyhoz lehet az előnye akkor, amikor befordult a mezőny először a befutó egyenesre. Gideon Hárenka mögött a falon Promókemp, mellettük pedig a szélső első Juliana, majd jön az egyik favorit Zante Font, a falon Viktorinik, mellette pedig Alexander Uer érkezik, Zóna, Bazsivil, Time to say goodbye, aztán csak Adrián Asti, a sor végén Valentino. Jónak tűnik az iram, amit a vezetőló diktál, Gideon Hárenka húzza-húzza a csapatot, meglepetése ott található a második pozícióban Juliana, tőle beljebb pedig Promókemp színei látszanak, majd jön Zante Font, illetőleg Viktorinik ott bent a falon egyelőre, de teljesen egy tömbben halad az egész csapat, úgyhogy ebből még bármi lehet. Adrián Asti például az utolsó előtti pozícióban versenyez, Valentino egyébként az, aki zárja a mezőnyt, ő egy picikét úgy látszik, hogy már maradozóban is van. Gideon Hárenka viszont folyamatosan vezet, most azonban kap a középmezőnyből egy támadást, ugyanis megindult Zante Front egészen más iramban, mint amit eddig láthattunk tőle, illetve az ő hátán Alexander Uer tűnik föl, Fabrice Zuloával a szulkiában. Ismételten tömörödni látszik az egész mezőny, de továbbra is Gideon Hárenka tud vezetni. Gideon Hárenka mellett mögött ott van a favorit Zante Front, nagyon-nagyon erősnek tűnik Goran Zolnaival, Alexander Uer próbál Promókemp egy kicsit fáradtak tűnik ott az üldöző boly, ez pedig mindenféleképpen Zante Font malmára hajthatja a vizet, Adrián Asti is elindult, de nagyon-nagyon messze a vezető lóhoz képest. Zante Font Zolnaival könnyűszerre gyorsít a távoszlophoz érve, nem lehet megvenni Zante Fontot, ez szinte teljesen kizárt, legalább 10 méteres az előnye Zante Fontnak, jutalomjáték az ő előadásában a Szegedi István emlékversenyben 2021-ben. Zante Font mögött óriási csata, de csak a helyezésekért jön Alexander Uer, Zante Font, Alexander Uer, Gideon Hárenka lesz majd a harmadik, nagyon szoros negyedik Adrián Asti, és végül 5. az igencsak pekes versenyt futó Zóna, 6. pedig Bazsivil.